A Kovaros önkormányzata tegnap 189 felsős diákot köszöntött a Hagymaház szabadtéri színpadán. A jó tanulóknak és jó sportolóknak meglepetés vendéggel is készültek. A sztár vendég Benji volt, aki 2 évvel ezelőtt az X-faktor döntőjébe jutott, idén pedig a dal közép döntőse lett. Az énekes jelenleg minden idejét koncertezéssel tölti, ennek ellenére sikeres érettségi vizsgát tett és nagy tervei vannak erre az évre. Én igazából nem voltam ám rossz tanuló régen, így általános iskolában, sőt, amúgy példás tanuló voltam egy alsóban, aztán felsőben egy picit elvesztettem a súlykot így magam felől, magam iránt, és így aztán nem voltam annyira jó tanuló, viszont 8-ban, meg amikor orvos akartam lenni, akkor megint tök jó voltam, és kitűnő is voltam, meg minden. Aztán most pedig érettségizem, és érettségiztem, mert már leérettségiztem, és így hát az is szerencsére jól sikerült. A tanulásban és a sportban jeleskedő diákok elismerő oklevelet és vásárlási utalványt kaptak. Az általános iskolából ballagó Tilimpás Laura szerint nem volt nehéz ilyen eredményt elérni, hiszen az órák mindig jó hangulatban teltek. Laura osztálytársa Polly hozzátette, hogy sok versenyre is jártak, amivel kiérdemelték az elismerést. Most egy könyvutalványt kaptam 2500 forint értékűt, és igazából nem tűnt fel annyira, de biztosan nagyon-nagyon sokat kellett tanulni miatta. De igazából az órák nagyon jó hangulatban teltek, és hogyha mindenki odafigyel, ezt csak a kisebbeknek tudom tanácsolni, akkor ők is elérhetik ezt, nem is egyszer. Kiváló tanulmányi eredményekért kaptuk ezt a könyvutalványt. Az órák tényleg jó hangulatban telnek, illetve különböző versenyeken is részt veszünk, mind humán, mind reál tantárgyban, ami szerintem senkinek nem teher, és most már azt látom, hogy az egyre kisebbek is örömmel vesznek részt ezeken a versenyeken, ami szerintem nagyon jó. Tegnap a felsősök mellett azokat a középiskolás tanulókat is jutalmazták, akik mindent megtesznek azért, hogy megvalósítsák álmaikat. Egész évben nagyon szorgalmasan tanultam, nyelvvizsgát is csináltam, előrehozott érettségit is csináltam, és nagyon szeretnék bejutni Szegedre az egyetemre. Mik a terveid a jövőre? Hát én vagy gazdasági pályán megyek tovább, vagy gyógytornász szakra szeretnék menni. Kiváló fiatal sportolói is vannak városunknak. A férfi kézilabda MB2-ben szereplő Kontitek Makói KC felnőtt csapatában is védett már az a 16 esztendős kapus, aki előtt nagy jövő állhat. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy leigazolta a PIK Szeged, ezt a város is díjazta. Kézilabdázok már 8. éve. Azért szeretem, mert örömetelem a sportba. Kapus vagyok, és imádom egyszerűen, szeretem. Minden nap csinálom, örömetelem benne. A díjazottakat az ünnepség után süteménnyel és üdítővel várták a Hagymaház aulájában.